Portréfotók a Pécsi Bóbita Bábszínházban szombaton. A gyerekekben az a közös, hogy ajak, illetve szájpad hasadékbetegséggel születtek. Ez a csoportkép már a helyszínen készült. Az ajak és szájpad hasadékos gyermekekért alapítvány szervezett családi napot a Zsolnai negyedbe. Ők, illetve a hozzájuk kapcsolódó munkacsoport segíti a mindennapokban a betegséggel érintett családokat, akiknek a születéstől minden nap meg kell küzdeniük az elváltozás miatt jelentkező problémákkal, mondja az egyik apuka. A csecsemőkorban volt a táplálás talán a legnehezebb időszak, szerintem amin túl kellett lenni, és aztán ahogy a műtéti beavatkozásokkal is egyre-egyre fokozottabban haladt a korrekció, vagy éppen most már kezdünk majd egy kicsit a fogszabályzás fele elmenni. Na, ezek a segítségek már így távirányítással is jobban működnek. Ha a gyerek látja, hogy mi is támogatjuk őt, ez az ő részére is megerősítés. Hajdú Lászlóék második gyermeke született ezzel a betegséggel. Már 3 műtéten van túl a 12 éves fiú. A szakember azt mondja, nem egy ritka rendellenességről van szó, ami évente több újszülöttet érint. Minden 700 szülésre jut egy, ami azt jelenti, hogy Magyarországon 120-130 gyerek születik ezzel a komplex fejlődés rendellenessége. Természetesen egészen sokféle formája van, nem mindegyik a legsúlyosabb, amikor az ajak, a fogléc és a szájpad is egyben érintett, vannak ennél enyhébb formák is. A helyreállító műtétek mellett fogorvosi, logopédiai, illetve más szakemberek segítségére is szükség van, akár évtizedeken át. Ezért szervezett családi napot az alapítvány, hogy összehozza az érintett szülőket, gyerekeket. Ezeknek a szülőknek nagyon fontos a támogatás szakmai emberektől, és főleg hangsúlyt tennék a logopédiára, a szoktatásról, a szoktatási tanácsadásról, és nagyon sok szülő jönnek ilyen kérdésekkel hozzánk, és ezért is Bástyán tanár úrral gondoltuk, hogy nagyon jó lenne második alkalommal egyébként megrendezni ezt a családi napot. Itt a gyerekek megtanulhatták a megfelelő fogmosást, illetve kézmosást többek között. Szüleik pedig előadásokat hallhattak a betegségről és a gyógyítás folyamatáról.